és meg sem mozdult. A föld van. Hol? Kérdezte a kismarc. Itt, a szomszéd. Csak magamban olvasok. Hangosan olvassak? A kis okos malacka már otthon is volt. Elvéve a malacka kelt. Kiment az almafához, de farkaskoma hazudott. Nem, ki eszett tojás? Nem, igen, arra figyelni kell. Sziasztok, jó reggelt, üdvözlök mindenkit itt a csatornán. Vírus éppen túl van a reggelim, most körtét eszik és nézelődik. Most fogjuk befejezni a citromfagyit, amit készítettem, egy ilyen vegán citromfagyi. Elmegyünk egy kicsit sétálni, vagy valamit csinálunk, és hazahozzuk Marcit ebédidőre. Néhány napja voltam szemöldök tetováláson, úgyhogy azért ennyire kirívóak még a szemöldökeim, de nem ilyen lesz a végeredmény. Néha még furcsa egyébként, amikor belenézek a tükörbe, de sokkal világosabb, sokkal természetesebb lesz majd a végeredmény, úgyhogy azt már nagyon várom. Ma reggel olvasással indítottunk vírussal, miután felébredtünk, és én úgy voltam ma, hogy amelyik könyv a kezembe akad, az... Mi az? Az én! Kártyád? Igen. Ki kellett cserélnem a könyvjelzőt, vissza kellett adnom a kártyát Mirusnak. Szóval úgy voltam el, hogy amelyik könyv a kezembe akad, abból fogok olvasni. És hát az Univerzum mindenben támogat című könyv akadt a kezembe, amit egyébként már többször olvastam, 5 éve vettem meg körülbelül, és nagyon szeretem egyébként Gabriel Bernstein, vagy Bernstein, nem tudom, hogy kell mondani a nevét, az ő könyveit. Több könyve is megvan. És úgy voltam el, hogy ahol kinyílik, ott elkezdem olvasni, és a félelemnél nyílt ki, ugye, hogyha elkezdünk félni, akkor leválunk a szeretetről. És ahhoz van egy technika egyébként, hogy visszatérjünk a szeretethez. Úgyhogy nagyon jól jött ez a rész, mivel múlt héten én egy picikét így bepánikoltam, mert így egyszerűen így minden rám zúdult, így mindennel kapcsolatban a félelem, hogy mi lesz így az egész életemmel. Hogy mi lesz így az egész életemmel, igazából minden téren, az anyagiak, párkapcsolat, vírus, stb. És egy eléggé sötét helyre kerültem így néhány óra erejéig. Nagyon-nagyon rosszul éreztem magam, mert tényleg így pár órára így átvette a hatalmat, úgymond felettem a félelem, hogy még nem tartok ott, ahol szeretnék. Hogy vannak nehezebb időszakok, nehezebb napok, mert nagyon szeretnék már egy bizonyos helyen tartani, így minden téren, az életem minden területén, de nem tartok még ott, és van, hogy így néha így elvisz magával ez a félelem, ez az aggódás, hogy úristen, mikor fogok már ott tartani, miért nem tartok még ott, mi van, ha soha nem fogok ott tartani, stb. Amikor elkezdünk ugye félni, akkor jönnek ezek a egyre rosszabb, egyre negatívabb gondolatok. Úgyhogy ez történt velem múlt héten, a szüleim akkor elvitték most egy pár órára. Volt időm így megélni ezeket az érzéseket, és aztán utána elengedni igazából, és tovább menni az életemben előre a céljaim felé. Vannak ilyen nehezebb napok tényleg, mert van, hogy nagyon nehéz helytállni így ugye egyedülálló anyaként. Imádok vele lenni, de mellette sokszor stresszelek ugye azon, hogy megteremtsek mindent neki, mindent meg tudjak adni neki. Van, hogy így magával ragad a félelem, mert még nem tartok ott, ahol szeretnék, mert nem tudok még mindent megadni neki, amit szeretnék. És nagyon-nagyon hálás vagyok nektek, hogy nézitek a videókat, hogy itt vagytok, mert ennek köszönhetően már nagyon sok mindent kaptunk az együttműködések által. Például a Wellness hétvége is egy együttműködés volt. Megmondom őszintén, hogy én most jelenleg nem tudtam volna ezt önerőből megtenni és elvinni Mirust, de ez egy együttműködés volt, és így el tudtunk menni, és azért én nagyon-nagyon hálás vagyok, mert nekem ott volt a listán idén, hogy elvigyem Mirust wellnessezni, mert nagyon élvezte a wellnessezést a szüleimmel is, meg tavaly voltunk mi is vele, és mindenképpen szerettem volna elvinni, szóval ezért nagyon hálás vagyok. Meg ugye ruhákat is kaptunk, voltunk különböző éttermekben, voltunk ugye a Lufilandben, az is egy együttműködésnek köszönhető, és az is egy tök jó... Kingával voltunk, és az is egy tök jó program, egy tök jó élmény. Szóval ezeket kell elismernem, hogy igen, ezeket a dolgokat így elértem, megérdemlem, és menni előre fele, és nem félni, hanem tudni, hogy minden rendben lesz, és minden,
minden értem történik. Úgyhogy nagyon hálás vagyok nektek tényleg, hogy itt vagytok, még egyszer el fogom mondani, mert el sem tudjátok képzelni, hogy ez most nekem mekkora segítség, mekkora jó dolog, hogy ilyen együttműködések összejönnek, és hogy ilyen élményeket adhatok Mirusnak, amit most jelenleg nem tehetnék meg, de tudom, hogy ez egy ilyen átmeneti helyzet. És ugye főleg, amint oviba kerül, akár el tudok menni dolgozni, és teljesen más lesz minden. Köszönöm, hogy itt vagytok, és ha éppen szar helyzetben vagytok ti is, ha eljönt a félelem, akkor szerintem hagyjátok így egy-kettő óráig ti is, hogy megéljétek, és aztán le kell porolni magunkat, és menni előre újult erővel. Szóval ebben ez az univerzum mindenben támogat, körül is tud segíteni, és egy nagyon jó ilyen meditációs technika van benne a félelem elengedéséhez, hogy újra visszakapcsolódjunk a szeretet energiájához. Úgyhogy én ezt fogom csinálni most esténként, úgy döntöttem. Elkészült a citromfagyi kókusztejből, citromból, meg juharszirupból édesítettem. Ebből a három összetevőben áll, de Mirusnak sajnos nem íz lett, ugye? Úgyhogy én fogom megenni mindet, úgy látszik. Isteni finom! Akkor mégiscsak ízlik? Igen. Először nem ízlett Mirusnak a fagyi, aztán utána azt mondta, hogy nagyon finom, aztán most visszaadta, úgyhogy nem tudom, lehet nem lesz a kedvence ez a fagyi. Nem lesz a kedvence a fagyi. Nem lesz a kedvenced ez? Sajnálom. Szóval múlt héten volt egy ilyen délutánom, amikor nagyon nem voltam jól. Hoppá, mi van itt? Szívecske matrica. Egyébként ez a szemöldök tetovás is egy együttműködésből van, és majd 4-6 hét múlva lesz a korrekció, úgyhogy majd akkor fogok megosztani tartalmakat így ezzel kapcsolatban. Egyébként egy nagyon aranyos, kedves, ügyes lány készítette Budapesten a szemöldökömet, és akkor megbeszéltük, hogy majd ugye a korrekció után, amikor végleges lesz, akkor fogok megosztani tartalmakat ezzel kapcsolatban. Mert most még ugye nem látható így, hogy milyen is lesz. Természetes hatású szemöldök lesz. Úgyhogy nagyon hálás vagyok ezekért az együttműködésekért, mert a szemöldök tetovás is egy olyan dolog, amit én már évek óta szerettem volna. Gondolkoztam rajta, de most jelenleg nem tehettem volna meg, hogy megcsináltatom a szemöldök tetoválást, úgyhogy nagyon jól jött ez az együttműködés is, és nagyon örültem neki. Én most éppen a kollagénemet iszom, meg fogom enni a maradék fagyit is. De most már egyébként jól érzem magamat, jól vagyok, helyre raktam a dolgokat, és újra visszakerültem abba az állapotba, hogy pozitívan tekintek a jövőre, és most így a jelent is élvezem, jól akarom érezni magam, jól érzem magamat, és azon vagyok, hogy megvalósítsak mindent, csak néha türelmetlen vagyok saját magammal szemben is, pedig hát nem szabad, ugye, mivel a türelmetlenség az nem szokott jó dolgokhoz vezetni. Hát ilyen csodálatos esős időnk van ma. Most elmegyünk gyorsan boltba, aztán megmentjük Marcikát az udvarról, de remélem, hogy behúzódott olyan helyre, ahova nem esik az eső, azért ott a teraszon is nagy hely van, nem esik oda be az eső. De nem olyan kávépor kell. No foodról nem adom kérek a házba. Hazajöttünk ebédelni, sertéspörkölt galuskával az ebéd. Aztán ugye itt van Marci is, ő is ebédel egyébként. És utána meg lemegyünk sétálni egyet ide a tópartra, hármasban. Volt égyelmeke. Jaj, a cipkehozka kimaradt. Volt cipkehozka. Na, cipkehozka. Hol volt? Még fodrászkodunk Mirussal, mindjárt hoz halgumit, megcsinálja a hajamat. Megérkeztél? De nem. Na, milyen frizura lesz? Skonty. Skonty? Konty. Konty? Ez egy konty. Ez egy konty, aha. Konty. Csinálom a maszkot is.
Oké. Okay. Kész is? Nem kész. Akkor mászkos így befiszkolj. Áú! És a... Uni! Jövök a szóból. Behoztam most a citromfagyit, de hát ennek kell egy 10 perc, ugye, hogy kiolvadjon és ehető állapotba kerüljön. Én eszek ebből a fagyiból, Mirus nem tudom, hogy fog enni. Olvasok, ő játszik. Gyere, Marcus! Na hát nem tart sokáig ez a sétánk, mert elkezdett esni az eső, úgyhogy most sétálunk vissza haza. Elásztunk egy kicsit, és mire hazaértünk, el is állt az eső. Marcit megint le kellett fürdetnem, és most pedig vacsiztunk. Mirusnak csinálom a fürdővizet, és megy is aludni szerintem, mert ma nem aludt délután. Viszont reggel 9-kor keltünk csak fel. Tegnap sem aludt délután, és este elaludt 7:30-kor, és ma reggel 9-ig aludt, úgyhogy nagyon durva, én is 9-ig aludtam egyébként. Remélem, hogy ez a mai este is ilyen lesz, hogy elalszik ilyen korán, és aztán holnap meg sokáig alszik. És mivel most 6 óra elmúlt, már ezért most fürdés, aztán olvasunk, és szerintem aludni is fog megint ilyen 7:30-8 körül később. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót is. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot. Hamarosan újra találkozunk. Legyen nagyon szép napotok, estétek. Sziasztok!